Köszöntöm ismét az online előadásra érkezőket, vagy hallgatókat. Legutóbb ugye Koppányról beszéltünk, és most az a terv, hogy mai napon Mohács lesz a téma. Miért Mohács? Az első mindig ugyanaz a kérdés, hogy miért van az adott előadás. Hát ez az előadás azért van, mert Mohács az egy, a magyar történetnek egy olyan pontja, ami azt hiszem, hogy a mai napig kihat az életünkre. Hogyha Trianonnak az első számú okát akarnám meghatározni, az első világháború mellett az mindenképpen a Mohácsi csata. Hiszen ez az a pont, amikor a középkori magyar állam, akárhogy is nézzük, elbukik, bár talán lett volna még 1526 után, hogy összeszedi magát, de a tények azt mutatják, hogy ez nem történt meg. Ebből adódóan a Mohácsi csata egy sorsdöntő pont lett, ami után a török hódoltság következett, a török hódoltságból következett a magyar etnikumnak a megfogyatkozása a történelmi Magyarország területén, és akárhogy is nézzük, hogyha 1920-ban Magyarországot gyakorlatilag magyarok lakták volna csak, akkor bizonyára Trianon ebben a formában nem következett volna be, vagy legalábbis mindenképpen egy átmeneti helyzet lett volna csak. Tehát ezért Mohácsi téma, azt gondolom, hogy mindenkit érdekel. A másik az, hogy közeledik az 500 éves évforduló, ugye 2026-ban lesz, és ebből adódóan most még nem vagyunk túl közel hozzá, hogy már arra tegyük át, de éppen az elmúlt években fellángoltak újabb Mohács viták, és úgy gondoltam, hogy célszerű egy rövid összefoglaló előadást tartani ebből a témából. Nem is magáról a csatáról csak, hanem elsősorban a csatát környezetébe próbáljuk helyezni. Kicsit bemutatom a Jagellókort, Ulászló, illetve II. Lajosnak az uralkodását, hogy hogy állt Magyarország, mennyi igaz azokból a legendákból, amiket gyakorlatilag 80-95 folyamatosan hallottunk, hogy tulajdonképpen a Mohács csatát az akkori magyar elitnek a belső ellentétei okozták, illetve hogy nem vettek részt a csatában úgy, ahogy kellett volna. Tehát ezekre fókuszálunk elsősorban, és azért bele fogunk nézni egy kicsit a két ország, az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság erő viszonyába is. Hát akkor először is kezdjük azzal, hogy milyen forrásokból táplálkozunk. Ugye Koppány esetében elmondtam, hogy voltak éppen nagyon keveset tudunk. A Mohácsi csatánál szerencsére sokkal jobb a helyzet. Nem is magáról a csatáról, mert arról relatíve kevés leírásunk maradt, aki csatában résztvevő kevesen írták meg az emlékezéseiket a csatáról. De a környezetéről, az előzményeiről, magáról a hadjáratról relatíve sok információnk van. A levelezések, II. Lajosnak is több levele fönnmaradt. Búcsó, pápai nunciusnak a levelezése az egyik legfontosabb forrás, bár ő maga a csatában nem vett részt. Ott van Brodarics István, aki megírta a csatáról az emlékiratát. És sok kisebb, rövidebb levélrészlet, újsághír, mert ebben az időben az újságok is kezdenek elterjedni, ez a Fugger Zeitung például információkat közöl a csatáról, tehát már relatíve jobban el vagyunk látva, hogy mégis mennyire. Ugye 1976-ban volt az első nagy Mohács vita, akkor volt a 450 éves évforduló, és akkor jelent meg a Mohács emlékezete című könyv. Ebben adták ki azokat a forrásokat, amik a csatár előzményeiről és a csatáról szólnak. Ez folyamatosan bővül, ez a téma. Több ilyen forrásgyűjtemény is megjelent, azt hiszem a legutóbbi az Örök Mohács szövegek és értelmezések, lehet látni, hogy egy nagyon szép kis féltégla alapú könyv, és ennek az első része levelezéseket, illetve a Mohács csatának a leírásait tartalmazza. Ez B. Szabó János és Farkas Gábor Farkasnak a forrásgyűjteménye, most ebből fogok majd időnként idézni, hogyha erre lesz idő. Tehát ezeket mindenképpen érdemes megemlíteni, sok forrásunk van a csatáról és a környezetéről. Ennek ellenére igen ellentmondásos a csata leírása, ellentmondásosak az adatok sokszor, és most sem tudjuk pontosan, hogy hol volt ez az ütközet, bármennyire furcsa. A csatáról egyébként sok leírás is származik, a B. Szabó Jánost már említettem, ő neki az utóbbi években több kiadást megírt a Mohács csatáról szóló kötete, gyorsan elolvasható, kicsi, jó összefoglalás róla, mindenkinek ajánlom, hogyha érdekli a téma. Akkor források után kezdjük a Jagellókorra. Ugye 1490 a magyar történelemben egy fontos fordulópont, ugye Mátyás király halálától szokták vezetni azt, hogy lehanyatlik a középkori magyar állam, és hát II. Ulászló lesz a magyar király. Ennek ellenére II. Ulászlót hát igen negatívan értékelték. Ugye őt szokták Dobzse Lászlónak is mondani, mert mindenre azt mondta csehül, hogy jól van, jól van. Illetve gyenge kezű királynak tartják, és ebbe azért lássuk be, van némi igazság. Mátyáshoz képest mindenképpen egy gyengébb kezű uralkodó volt. Ez mondjuk nem lehet csodálni, hiszen Magyarországon a hatalma az
olyan szempontból nem volt megalapozott, hogy még Hunyadi Mátyásnak hatalmas földbirtokai voltak, mert ő Hunyadi volt. Ull Lászlónak Magyarországon belül nem voltak birtokai, csak a királyi birtokok álltak a rendelkezésre. Tehát ez is egyfajta különbséget jelent. Nem voltak olyan alapjai, mint a hunyadiaknak. A másik az, hogy egyébként érdemes tudni, hogy II. Ull László 1471-től cseh király. Tehát Mátyással szemben álló király volt, Csehország, a cseh királyi koronához tartozó országokért háborút folytatott Mátyással, és ha bár Morvaországot és Sziléziát nem tudta megtartani, Csehországot viszont igen. Tehát azért annyira lenézni II. Ull Lászlót nem kellene, hiszen Mátyással szemben legalább Csehországot és Prágát képes volt megvédeni. A másik az, hogy már Ull Lászlónak az uralkodása is egy meglehetősen hosszú pályafutásra tekint vissza, tehát ugye Magyarországon csak 1490-től király, és akkor már nem annyira fiatal. De nagyon érdekes az ő személyisége egyébként, vannak leírások róla, hogy egy nagyon emberséges, szerethető király volt II. Ull László. Követjelentéset leírták, hogy bizony a két kisgyermekével a budai kertbe kézen fogva sétált, és hát valamilyen szinten tragikus is a sorsa. 1471-ben cseh király lett, de ez egészen 1504-ig nem házasodott meg. Nagyon furcsa a helyzet, hiszen egy királynak az az első dolga általában, hogy feleséget szerez magának, hiszen utódokról kell gondoskodni. Nagyon sokáig tolta ezt a dolgot, és volt azért benne is ravasság. Ott van például 1490-ben meghal Mátyás, és ő neki az özvegye Beatrix királyné, a Beatrice, ugye olaszosan. Beatrix jelentős potens tényező Magyarországon, és Ull László igyekszik megszerezni például az ő támogatását, ezért házasságot ígér Beatrixnak. Egészen vicces a jelenet, tehát össze is adják őket egyébként, majd Ull László a fejfájásra hivatkozva nem hálja el a házasságot, és ennél fogva tulajdonképpen később sikerül neki felbontatni ezt a házasságot, mert neki addig volt szüksége Beatrixra, amíg pénzt, meg segítséget nem szerez a magyar trón megszerzéséhez. Tehát egy ilyen nagyon extrém helyzet van. Végig kijátsza Beatrixot tulajdonképpen Ull László. Tehát azért ravasságtól sem volt mentes Ull László. Nagyon érdekes az ő személyisége, amit mondtam. Az is érdekes például, hogy régi ilyen elsősorban mondás gyűjteményekben van ez a történet, hogy a Laci konyha, hogy Ull László király olyan szegény volt, hogy tulajdonképpen még rendes ételre sem tellett neki, és ezért a Laci konyháról hozott neki ételt a szakácsa, vagy az emberei, és ezért leveszik Laci konyhának Ull László után. Ez egyébként nem igaz. Jó történet, de nem igaz. Azért ennyire nem voltak a Jagellók szegények. Azt sem szabad elfelejteni, hogy itt a Jagelló család egy igen komoly dinasztia a korszakban. Ugye Magyarországon már voltak Jagellók, volt már Jagelló király Ull Lászlót megelőzően, másik Ull László, első Ull László. És azt is talán lehet többen tudják, hogy Nagy Lajos volt az, aki a lányát az Ull László elődeihez, a Jagellókhoz adta, tehát Lengyelország felé volt egy kapcsolat a Jagellók terén. Ennek ellenére Ull László ugye már cseh király volt, ugyanis a Jagellók megszerzik a cseh koronát is. Tehát itt egy olyan családról van szó, amelyik az egyik ágán a lengyel, a másik ágán pedig a cseh koronát bírja. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországnak a török ellen potenciálisan mind a két ország szövetségese, tehát ez egy, azt mondjuk egy bölcs döntés volt. Ha mondjuk egy saját királyt választunk, mondjuk a szapolyaiakat 1490-ben, akkor még nincs esélyük, de ez most csak egy elméleti kérdés, akkor bizony külföldi segítségre a török ellen nem számíthatunk. Ugye valódi reális esély a másik korona, aki vagy másik család, akit lehetett volna választani, az a Habsburgok. Ez a két család, a Jagelló és a Habsburg is, mind a kettő korábban már adott magyar királyt. Ugye 1437 és 40 között Albertet, 1440 és 57 között pedig 5. Lászlót adták a Habsburgok, bár az ő uralkodása ugye hézagokkal teli, hol itt volt az országban, hol nem, és 1440 és 44 között pedig Ull László volt az ellenkirálya. De a Habsburgoknak is volt egy ilyen ambíciójuk a magyar trónra, és jelent sem, ez egy, nem lehet azt mondani, hogy ez egy igazságtalan, vagy ez egy olyan ambíció volt, aminek ne lett volna alapja. Hiszen, mint mondtam korábban, adtak már királyt, rokonságban voltak a királyi családdal, több ígéretük is volt, Mátyás is megígérte többször a Habsburgoknak, és egy szerződést is kötöttek, hogy Mátyás törvényes örökös nélküli halála esetén a Habsburgok lesznek a magyar királyok. De ezt 1490-ben nem sikerült nekik még valóra váltani, hanem a Jagellók voltak az erősebbek, bármennyi is furcsa. Tehát az is egy érdekes, hogy a Ull László, II. Ull László képes volt a Habsburgokkal szemben megszerezni a magyar koronát. Ami mutatja, hogy azért nem volt teljesen tehetségtelen Ull László. Tehát ez az egyik
ilyen aspektusa a dolognak. Például a belső leszámolásra is képes volt II. László, az újlakiakat, például újlaki Lőrinc ellen egy hadjáratot vezetett 1494-95-ben, sikerült legyőznie. Tehát az uralmát azért biztosítani tudta. 1504-ben végül is megnősült, egy francia királynak a rokonát, Kandalei Annát hozzák Magyarországra, ennek a leírása megmaradt, leírják az esküvőt és a megjelent követek, mutatja, hogy ez egy gazdag esküvő volt, egy pompás esküvő volt, tehát nem a Laci konyháról hozták az esküvőre az ételt, hanem bizony egy jelentős udvart tartottak Magyarországon. Sajnos ez a házasság nem tartott túl sokáig, megszületett a lánya, majd megszületett a fia, a későbbi második Lajos, de a második Lajos születésekor Kandalei Anna meghalt, tehát gyakorlatilag két évig voltak házasok, 1506-ban meg is összegyűlt, és nem vett új nőt maga mellé Ulászló király. És egy Méla Bús királlyá változott az utolsó 10 évére, azt lehet mondani. Tehát megroppant egy kicsit Ulászló. Tehát ez az a korszak, amikor valóban a kezéből az ügyek kiesnek, és az érdektelenséget tanúsít. Egy mélyen vallásos királyról volt egyébként szó. Második Lajos 1516-ban foglalja el a magyar trónt, de csak 10 éves. Tehát nyilvánvalóan nem ő az, aki irányítja az országot, 10 évesen erre a legnagyobb képességei mellett sem lett volna lehetősége. Ugye ott van Mátyás király, aki valószínűleg 15 éves volt, amikor királlyá választották, művelt, jó tanítást kapott, ő képes volt erre, de 10 évesen egy második Lajos erre nem lehetett képes. És ezért mellé egy tanácsot hoztak létre, ami gyakorlatilag 28 főből állt. Ugye másik ilyen tény, amit általában tényként közölt adat, hogy ebben a korszakban tulajdonképpen a főurak azok, akik irányítják az országot a király helyett. Ebben van némi igazság, de azt is el kell mondani, hogy például ebben a 28 tagú testületben 12 a főpapok és a főuraknak az aránya, a többi 16-ot köznemesek adják. Tehát azért mutatja, hogy azért a köznemesek nem szorulnak ki a hatalomból, jelentős tényezők. Az is tény, hogy ebben az időszakban a köznemesek bizalma a magyar nemesi elittel szemben, a főurakkal, főpakokkal szemben megromlik ez a viszony, és az is, hogy a bizalmukat elveszítik ebbe a csoportba. Elsősorban azért, mert a töröktől nem képesek megvédeni egyre inkább az országot. De hogy ők voltak-e a hibásak, erre is egy kicsit rá fogunk mindjárt térni. Tehát vannak pártharcok az országban, ez is tény. Ez kicsit ilyen mítosszá kerekedett, hogy olyan nagy ellentmondások voltak, hogy a törökökkel ezért nem tudtak a törökök ellen fellépni. Ha belegondolunk, és most őszinték vagyunk, tudnánk-e olyan rendszert mondani, amikor nincsenek egy országban politikai küzdelmek és harcok, azt mondanánk, hogy ilyen rendszer nincs. Akár a jelenünkre gondolunk, akár az elmúlt évszázadunkra gondolunk, mindig van, aki a hatalomért küzd. Ez a hatalom logikájából következik. Tehát olyan, hogy egy egységes monolit tömb lenne, azt maximum egy diktatúra tudja nagyon rövid időre megvalósítani, és általában akkor is bomlás lesz előbb-utóbb belőle, ahol pártharcokká bonyolódik. Tehát ez egy normális dolog. Ugyanígy megvoltak ezek a pártharcok a Hunyadi korban. Mátyás alatt kicsit visszaszorult, mert Mátyásnak az erős kezű uralkodása alatt erre nem nagyon volt mód, de ott is voltak azért különböző pozícióharcok, de például Hunyadi János ideje alatt folyamatosan erről van szó, ahogy a Zsigmond ideje alatt is. Az a helyzet, hogy igen szerencsések voltak a magyarok a középkorban. Gondoljunk bele, hogy 1308-tól, az Anjou-ház uralomra jutásától egészen 1490-ig hatalmas, nagyszerű és kiváló uralkodóink voltak többségében. Akár Károly Róbertre, akár Nagy Lajosra, akár Luxemburgi Zsigmondra gondolunk, vagy Mátyásra. Mindegyikük nagy kaliberű, erőskezű, kiváló király volt. Olyan királyok, akiket normál esetben 100 évente, ha egy van, nekünk ez alatt a 180 év alatt gyakorlatilag szinte csak ők uralkodtak. Néhány rövidebb időszakot eltekintve, Albertet vagy 5. Lászlót leszámítva, nagy királyaink voltak, szerencsések voltunk ebbe a korszakban, a magyar királyságnak ez a csúcsa, hogyha úgy mondjuk, az Árpádoknak az utolsó évszázadait is hozzá lehet akár csatni. Ott is nagy formátum uralkodóink voltak, és ebben nagyon szerencsések voltunk. 1490 után nem ilyen nagy formátum uralkodóink voltak, de azért őket nem szabad lebecsülnünk, azért, mert ők nem, tehát a hatalmas apak alapja az nagyon sokszor túl nagy a fiára. És ez Mátyásnak a koronáját föltenni egy Jagellónak nem volt egyszerű feladat. És nem is álltak ugyanazok a rendelkezések a kezébe. Egyébként a törököknél is voltak párharcok, nem csak nálunk.
A szultán alatt, aki a szultán hatalma mondjuk ott eléggé megkérdőjelezhetetlen és gyakorlatilag zsarnoki volt, de alatta azért a nagyvezéri posztért állandó harcok voltak. Vagy 1524-ben Egyiptom például fellázadt a szultánok ellen, és hát a katonákkal indítottak, hogy leverjék, végül meggyilkolták ezt a magát szultánnál kinevező pasát, meglelbéget. De ott is voltak ilyenek, tehát nem igazából ez a megoldása Mohácsnak. Mohács megoldása az az erőviszonyok megváltozása. Hogyha meg térképen néznénk, és megnézzük a Balkánt a 15. században, azt lehet látni, hogy azok a vazallus államok, amik a török és a magyar között ingáztak, hogy melyikhez csapódjanak, hiszen ez a két nagy hatalom volt a térségben. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország a Balkánnal szemben nagy hatalomnak számított. Tehát ezek között ingáztak ezek az államok. Gondoljunk Szerbiára, Boszniára, Hercegovinára, az itteni kisebb uralkodókra, először még a bolgárokra is, Havasalföldre, Moldvára. Ezek az államok, ezek a magyarok és törökök között manővereztek, ezeket meg lehet vetni ezért, de kis államoknak a nagyhatalmak között rendszerint ez a szerepük. Tehát ezeket próbálta a magyar királyság fenntartani a törökkel szemben, hogy ne legyen közvetlen érintkezés a két ország között, mert az az ország pusztításához vezet, hiszen a török hadművészetből fakadóan ez elsősorban egy ilyen portyázó hadviselés volt, amikor nincsenek nagy hadjáratok. Tehát ezek mindenképpen szükségesek lettek volna ezeket fenntartani. És ha megnézzük, ezek szépen lassan elfogynak 1526-ra. 1458-ban gyakorlatilag Szerbia maradéka esik el. 1463-ban a törökök elfoglalják Boszniát, bár Mátyás visszaszerzi az északi részét Jajcával. 1470-es években Albánia, Skanderbégnek az állama is a törökök kezére kerül. Majd Görögországnak a velencei kézen lévő része is egyre inkább a törökök kezére kerülnek. 1475-ben Genovának a krimi félszigeten lévő gyarmatvárosai kerülnek a törökök kezére, és a krimi kánság is török vazallus állam lesz. Karamánia, ami a törököknek a másik oldalán Anatóliába, Kis-Ázsiába volt egy ilyen ellenpólusa, az is elesik az 1470-es években. Tehát lehet látni azt, hogy a törökök ezeket a határállamokat és azokat az államokat, amik a magyaroknak segítséget adhatnának, ezeket szépen lassan, folyamatosan bedarálja, és elfogynak. Magyarország határához kijutnak már az 1430-as években, de valójában az a határszakasz, ahol Magyarország és Törökország érintkezik, ez folyamatosan bővül. És ez azt is maga után mondja, hogy Magyarországnak egyre nagyobb területe pusztul délen, és azt is maga után mondja, hogy egyre több katonát kell Magyarországnak ezekbe a várakba, amik a déli határt védik, besoroznia, ott fenntartania, azokat fizetnie, és ez bizony a gazdaságot szépen lassan megroppantja. Tehát igazából ez a nagy különbség. A török hatalomnak a területi fejlődése és a magyar királyság a 15. század folyamán gyakorlatilag standard ugyanakkor a területre terjedt ki, most Mátyás hódításait mondjuk hozzáadhatjuk, akkor egy kicsit bővül Magyarország területe, vagy a magyar király területe, de nagyon nem változik. A török birodalom ezekben az években megduplázza a területét. 1510-es években elfoglalja Szíriát, majd Egyiptomot is, és az Egyiptom az például óriási bevételekhez juttatja a török szultán. Tehát a kettő között, hogyha megnézzük egy grafikonon majd, lehet látni a két ország területi változásait, meg a lakosság arányának változását. Bizony azt jelenti, hogy míg a magyar királyság nagyon lassan növekszik lakosságilag, területileg meg stagnál, addig a török birodalom az körülbelül ilyen mértékben húz el mellette, valamikor a Mátyás királysága alatt változik meg egyértelműen ez a tendencia, hogy a törökök egyre jobban elhúznak lakosságba és területre Magyarország mellett. Az 1510-es években pedig már azt fogja jelenteni, hogy a török birodalom az háromszorosa, négyszerese a magyar királyság területének, majd ötszöröse, lakosságilag pedig legalább a négyszerese, háromszorosa, négyszerese. Tehát ez azt jelenti, hogy az erőforrások aránya nagyon megváltozik. Ez most nagyjából olyan, mintha az Egyesült Államokkal próbálnánk felvenni a versenyt, nem Magyarország, hanem mondjuk Magyarország és a közép-európai államok. Nincsenek egy súlycsoportban lassan, hiába Magyarország erős relatív, és európai viszonylatban nagy hadserege van, a török birodalomhoz képest ez a nagy hadsereg egyre kisebb lesz, annak ellenére, hogy a nagysága nem változik. Tehát az arányok azok nagyon megváltoznak. Ez az egyik probléma. A hadseregeken mindenképpen, a költség, még egy kicsit az erőviszonyokhoz visszatérve, a gazdasági kérdés is nagyon érdekes. Az elmúlt éveknek talán az egyik legnagyobb hatású tanulmánya az C. Norbertnek a Magyar Királyság 1522-es évi költségvetése. Ez is egy ilyen jagellókori mítosz,
hogy Mátyás jövedelméhez képest a jogálló korszakban a Magyar Királyság jövedelmei nagyon bezuhantak. Ebben van némi igazság. Mátyás egy nagyon erős kezű király volt, gyakorlatilag mindent kisarcolt az emberekből, amit lehetett, hogy az ország védelmi képességeit, illetve a hódításait és a zsoldosságét finanszírozza. Tudjuk, hogy ebben az időszakban a városoktól az extra bevételeket szedett, ami megviselte ezeket a városokat, a jobbátságot is amennyire lehetett kisajtolták. Tehát hiába Mátyás utólagosan egy nagy uralkodó, ami tény, és megérte ezt a kísérletet, hogy Magyarországot megerősítse, de azt lehet mondani, hogy a végsőkig kihajtotta ezt az országot pénzügyileg, bár vannak olyan mutatók, ami azt mutatják, hogy azért még bírta az ország valamikor az 1520-as években is, de az biztos, hogy azt tovább, azt az adóprést, amit Mátyás csinált, azt nem lehetett csinálni az uralkodása után. Ulászlónak ehhez sem ereje, sem lehetősége nem volt, mert az magyaroknak ebből elege volt abban az időszakban. Senki se szeret adót fizetni, akkor se szeretett, ma sem szeret. Tehát ez nem változott. De ha az 1522-es évi költségvetést megnézzük, Cétot Norbertnek a tanulmánya ezt nagyon jó gondosan elemzi, ez egy olyan év, amikor van reális lehetőség arra, hogy ténylegesen megnézzük, hogy mennyi volt a bevétele az országnak. Mátyás idején 6-700 ezer aranyra teszik az ország bevételét. A kiadásai Mátyásnak természetesen nagyobbak voltak, tehát deficites volt a költségvetés mindig, és állandóan tartozott a zsoldosoknak Mátyás is. Hogyha megnézzük az 1522-es évi költségvetést, az a meglepetés érte a kutatót, hogy azzal ellentétben, amit gondoltak, hogy a jagellóknak 200-250 ezer volt maximum aranyban a bevétele, az a meglepetés alakult, hogy bizony ez nem fedi a valóságot, és 1522-re Cétot Norbert 441.390 aranyat számol ki. Nyilván lehetnek benne kisebb torzítások, és ez egy becslés, de azt lehet mondani, hogy meglepően nagy a bevétel 1522-be. Hogy ennek most mennyi szerepe van az akkori éppen új pénzverésének, ebben most nem megyünk bele, mert nagyon elvezetne. A másik érdekesség, hogy a kiadások. Ugye azt gondolnák, hogy óriási deficittel működött, tudjuk, hogy nagyon drága volt a déli végvári vonalnak a fenntartása, így gyakorlatilag 7800 zsoldost fizetett állandóan a magyar király, illetve a magyar adórendszer, és ez elvitte ezt a pénzt nagyrészt, és az a meglepetésért ebbe is, hogy bár deficites volt a költségvetés, de a kiadás az 453.331 arany volt, ami azt jelenti, hogy csak durván 14 ezer aranyjal tartozott a király, ami európai viszonylatban sem egy nagy adósság. Tehát ez még egy kezelhető költségvetés volt, hogyha most összevetjük, ez 3%, kicsit több mint 3%-os deficitet jelent. Tehát ha az eurót nem is vezethették volna be abba az időbe, de minden esetben nincsen tőle nagyon messze, tehát nem egy rossz költségvetés. Más kérdés, hogy ez vajon ez az egy év, amit kivételesen tudunk mérni, az mennyire lehetett állandó, ez további kutatásokat itt igényel majd. Minden esetben azt mutatja, hogy a jagelló korszak nem volt egy nagyon csúfos és látványos bukás, ami ehhez vezethetett volna. A vereség oka az a török túlerő volt, nem a belső összeomlás, nem a pártharcok, nem a financiális problémák elsősorban, hanem a két fél között meglévő óriási túlerő. És akkor át is térjünk egy kicsit a hadsereg kérdésére. Hogy néz ki a korszakban a magyar haderő? Ugye Mohácsnál hogy nagyjából 25-27 ezer katona vonult fel. Ugye, ha azt nézzük, hogy a török hadsereg a csatában valószínűleg olyan 60, de inkább 80 ezerre tehető, akkor lehet látni, hogy bizony annak csak a felét, de inkább harmadát tette ki. Ami mutatja, hogy a csata nem nekünk állt eleve. Bármennyire is furcsa, hollywoodi filmeken felnőve a legtöbb háborút az nyeri, akinek több katonája van. Nem a kevesebb, nem a spártai 300 a 10 ezer ellen, hanem az, aki több katonát tud fölvonultatni az adott csatába, az adott helyen és időben. Ez nyerje a csatákat, nem? A létszám bizony nagyon fontos. Természetesen a taktika, a felszerelés és egyéb is közre játszik, de senki nem gondolhatja komolyan, hogy a II. Világháborúban a német katonai rendszer ne lett volna jobb, mint a szovjet. Ennek ellenére a két fél közti számbeli és felszerelésbeli különbség az kijött hosszú távon. Ugyanez a helyzet a török és a magyar harcokban. Lehettek a fellángolásai a magyar hadseregek, lehetett volna győzni Mohácsnál, hiszen azért egy csatában mindig nagy a bizonytalansági tényező. Hibázhat az ellenfél hadvezére, kiderülhet, hogy a magyar hadvezér egy igazi zseni, aki megújítja a hadviselést, de azért ennek a valószínűsége általában kicsi. Általában az nyer, aki több katonát tud felvonultatni. A magyar haderő egyébként ebben a korszakban nagy. A 25-27 ezer katona, hát összehasonlításként
A legendás francia és angol közötti Agincourt-i csata 1415-ben a két fél együtt nem volt annyi, mint a magyar hadsereg Mohácsnál. Ez a mohácsi hadsereg valószínűleg a 16. században és a 15-16. Században a legnagyobb magyar hadsereg volt, amit valaha kiállított Magyarország. Tehát ez egy igen erős hadsereg volt. Nagy számú, erős, felkészült katonákkal, akiknek egy része bizony harcedzett veterán volt. Nem volt rossz hadsereg. Jelentős részben könnyű lovasságból állt. A könnyű lovasságot kicsit idézőjelbe is kell tennünk, ebben a korszakban a huszárok könnyű lovasnak számítanak, de ezek vértet viseltek, jelentős nagy tárcsapajzsokat, kopját hordtak, fémsisakot, tehát a könnyű lovas azért a maga korszakába kell értékelni. Ugyanezek a felszerelések 200-300 évvel korábban még nehéz páncélosnak számítottak volna, ebben a korszakban már könnyű lovasságnak számított. Az igazi klasszikus nehéz lovasság, amiket szintén lehet filmekből ismerni, amikor tiszta fém páncéllal, lemez páncéllal van valaki beborítva, ezek a lovagi páncélok, ez nagyon drága felszerelések voltak, kevés katonának engedhető meg ilyen. Tudjuk, hogy II. Lajos mögött 1000 ilyen nehéz páncélos lovas vonult fel, a törökökre is ez tette a legnagyobb benyomást, ez a páncélozott lovasság. Sokszor azt gondolják, hogy ez egy elavult intézmény ebbe a korszakba, de azért, hogyha ezzel nehéz páncélos lovas megindul, azt ott nem nagyon lehet megállítani. Tehát páncélozott lovak, páncélozott katonák tetőtől talpig gyakorlatilag sebezhetetlenek, ha csak nem nagyon közelről találják el puskagolyóval vagy számszeríjjal, és akkor is szerencsének kell lenni egy számszerí esetében, mert úgy volt kialakítva ez a páncél, hogy lehetőleg lesodolja, eltérítse ennek az irányát, és ne okozhasson komoly kárt. Nagyon drága, de kiváló nehéz lovassága is volt a magyaroknak, és a mohácsi csatában ezek jelentős szerepet játszottak. Ami a magyar hadseregnek a problematikája volt, az a logisztika. Tehát a törökök gyakorlatilag elindulnak hadjáratra áprilisba, és szépen felvonulnak a magyar hadszintérre, elérik júniusba, megostromolják a várakat, elérik a csatamezőt augusztus 29-én. A magyar hadsereg sokkal lassabban gyülekszik. Tehát a magyar hadseregnek a legfőbb problémája a logisztikai kérdés volt. Egész egyszerűen eltérő időszakban volt képes hadviselésre, mint a török. A törökök képesek voltak június-júliusra Magyarországra egy komoly hadsereget, 60-70-80 ezer főt ide szállítani, ellátni, élelmezni, felszerelni, hajókat küldeni mellé, amik szállítják az élelmiszert, nem éheznek, nem kell fosztogatniuk, semmi olyanra nincs szüksége a hadseregnek, ami nem a hadsereg dolga. A magyar hadsereg szisztémája más volt. Már csak abból fakadóan, hogy 27, mondjuk 27-28 ezer, egyébként ennél sokkal jobb, tehát ez a hadsereg létszáma 25-27 ezer, de ehhez ellátó személyzet, kisegítő személyzet, fegyvernökök, markotályosok, egyébek tartoznak, tehát ez azt jelenti, hogy egy 35, akár 40 ezer fős tömegről beszélünk Mohácsnál, a magyar táborban. Tehát ennél a 20 katonáknál nagyobb létszámú ember tömegről, ezt el kell látni élelmiszerrel. A középkorban a szállítás nagyon problematikus. Sőt, a határok között mozog, gondoljunk bele abba, hogy szekereken kell szállítani mondjuk az élelmiszert. Ez azt jelenti, hogy a szekér elé lovakat kell befogni, de a lovakat is élelmezni kell, tehát egy másik szekér kell, ami majd a lovaknak az élelmét viszi, hogyha nincsen éppen az adott hadszintén megfelelő mennyiségű élelmiszer. Tehát nagyon problematikus volt az élelmiszerbeszerzés, és a magyarok ezt pontosan tudták, hogy igazából az aratás után augusztusra képesek egy nagyszámú hadsereget ellátni. Az előző évről át kellett volna szállítani az ország más részeiről az élelmiszer, tehát nem azzal van a probléma, hogy nincs meg az az élelmiszer, hiszen ezeket az embereket így fűzsetetni kellett valahol, de egy helyre oda kellett szállítani. Ehhez gyakorlatilag a vízi szállítás volt a legideálisabb, nem kellettek hozzá lovak, sokkal olcsóbb volt, nem túl gyors, de lehetett a hajókat erre használni. Nem véletlenül Mohácsnál van a csata. Tehát a magyar hadseregnek a legfőbb problémája logisztika volt, egész egyszerűen a megfelelő élelmiszert el kellett szállítani ennek a 25-27 ezer fő katonának, és a mellé rendelt különböző kisegítő személyzetnek. Mohácsnál nagyjából 35 ezer ember gyűlhetett össze a katonákkal együtt, mellette voltak kisegítő személyek, akik segítették őket, fegyvernökök, markotályosok, ellátók, élelmeket szállítók, a lovakat ellátó személyzet, tehát egy jelentős tömegről volt szó. Ezt augusztus előtt a magyar logisztika nem volt igazából képes megoldani. Az aratást meg kellett várni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszert össze lehessen gyűjteni elfogadható áron. Egyébként ármaximalizáció is volt ilyenkor. II. Lajosnak a levele, amit Sopron városának küldött,
elmondta, hogy milyen árakon kell a katonáknak megvenni az élelmiszert. Tehát ezt fixálták, hiszen nehogy valaki nyerészkedni próbáljon rajta. Nagyon modern ez a szemlélet, hogyha belegondolunk, ez mai napig is használják ezeket a módszereket. Tehát például gyalogságot nézzük, azt kell mondanunk, hogy II. Lajos gyalogsága a Mohács mezején az egy úgynevezett csetípusú zsoldosokból álló gyalogság volt. Míg Franciaország, Spanyolország vagy a német-római birodalom hadseregei általában a svájci vagy a német Landsknecht típusú gyalogságot alkalmazták, Magyarországon és Kelet-Európában a cseh típusú, ez a böhmisch Fußvolknak hívták, tehát cseh gyalognépnek hívták, tehát ezeket a zsoldosokat alkalmazta. Ez egy meglehetősen érdekes zsoldos képződmény volt, támadásra nem nagyon, védekezésre viszont eléggé komolyan alkalmas volt. Szeretnék egy ilyen zsoldos csapatot bemutatni, igaz kicsit korábbi, de most értelmében ezt találtam meg. És hogy mégis hogy nézett ki egy ilyen városi zsoldos csapat? Pozsonyvárosnak az 1466-os zsoldos csapatát szeretném így bemutatni. Milyen érdekes, hogy fennmaradt egy lista, ami ezeket a zsoldosokat mutatja. Ez a lista ugyan Mátyás korszakára vonatkozik, de nagy különbségek nem voltak. Annyi a különbség mondjuk, hogy a puskák száma 1526-ban már jóval több volt, mint a számszeríjaké, míg 1466-ban gyakorlatilag ez a Fußvolk, ez a zsoldos csoport, ez számszeríjászokból állt. Ez a pozsonyi 1466-os gyalogos csapat, amit Mátyásnak a táborába küldtek, ez 35 főből állt, ebből 6 pavézés volt. Ezek voltak a nehéz gyalogosok, ezek hatalmas, embernagyságú pajzsokkal harcoltak. Egyik kezükben volt a pajzs, másik kezükben volt a különböző kard, és kard, elsősorban karddal voltak felszerelve. Volt egy lepkának nevezett vas sisak a fejükön, volt egy könyökvértnek nevezett majzelnek hívott könyökvért, ez nyilván a jobb kezükön volt, amit a pajzs nem védett, és így forgatták a fegyverüket. A parancsnokuk, akit Christoph Langnak hívtak 1466-ban, ő neki volt 8 aranyértékű az egész felszerelése, ezt is leírták, mert hogyha valami veszteséget szenvedtek volna a csatában, ezt kárpótolni kellett őket érte. Tehát leírták a felszerelésüket, volt 6 ilyen pavézés, a többi viszont lövész volt. Sütcem, úgy hívták. Ez ugyan később már puskára fordítják, de ebben az időszakban még számszeríjászokból állt. Különböző értékű számszeríjakat vittek a csatába. Különböző mennyiségű fegyver volt rajtuk. Nem nagyon volt védőfelszerelésük. Ha valaki tehette, vassisakot tett. Ugye a sisak a legfontosabb védőeszköz az egész középkorban. Ahogy a mai napig is, hogyha belegondolunk, a katonák először a fejüket páncélozták. Ma azért, hogy a lövészárokból, ha kinéznek, ne lőjék fejbe őket, de abban a korszakban meg mondjuk azért, mert a lovasság elsősorban a fejet tudta támadni. Tehát ezért azt, aki tehette, a sisakot azt vett. De ebből a csapatból nem nagyon tehettek a legtöbben. Ezt a lepka típusú koponyára simuló cseh típusú sisakot hordták. Néhányan egyéb védőfelszerelést is hordtak. A legtöbb embernek viszont számszeríja volt, illetve hát ezt nem írják le a forrásban, amiben leírják ezt a felszerelést, de egy messzernek hívott késbárd-szerű eszköz, ami a késnél jóval nagyobb, és igazából egy bárd funkcióját látta el. Kard és a kés közötti nagyságrendű vágó szerszámról van szó, ezt forgatták. De ezek a katonák, ezek a lövészek tulajdonképpen a pajzsosok mögött helyezkedtek el, onnan időnként, ha az ellenfél távol volt, kijöttek, leadták a lövéseiket, majd visszamenekültek a pajzsosok közé, akik megvédték őket. Tehát így kell elképzelni ezeket a cseh katonákat. Egyébként azt is látjuk a nevekből, hogy ezek a zsoldos gyalogosok, ezek hiába Magyarországon fogadták fel őket, zömében nem magyarok voltak, hanem németek, kisebb részben csehek és morvák. De egyébként ebben a 35 fős csoportban van egy, akinek Unger a neve, aki valószínűleg magyar volt, és van egy közte, akinek Siebenbürgen a neve a leírásban, meg valószínűleg erdélyi volt, hogy ő ilyen nemzetiségű, azt nem tudjuk pontosan. Tehát ilyen csoportokból, felfogadott csoportokból alakultak meg a gyalogosok. Tehát valahogy így nézett ki a magyar haderő, nehéz lovasság, könnyebb lovasság, zsoldos kompániák. Ezek valószínűleg az elég elvetemült és tapasztalt zsoldosok voltak. Tudjuk róluk, hogy több hadjáratban is részt vettek, sokszor felfogadták őket. És 85 ágyú is tartozott a magyar haderőhöz, ez igen jelentős tüzérségi erőnek számított, de ebben az időszakban a csatákat azért nem az ágyuk döntötték el. A török haderő ehhez képest, ugye mondtam, hogy nagyjából 80 ezer fővel lehet számolni a törökök esetén. A másik különbség a két fél között, hogy a török szultának volt egy nagyon jól képzett központi zsoldos hadereje. Ez ugye a legismertebb közülük a janicsárok hadteste. Ezeknek a száma olyan 7800 és 10 000 között volt a korszakban.
Mohács előtt kicsit kevesebb, mert a korábbi háborúban kicsit megfogytak. Volt egy utánpótlása a janicsároknak, ez az adzsemi oglánok, ezek az ifjú janicsárok, akik a kiképzésük még folyamatban volt. Ha megőrült hely a janicsárok között, akkor velük töltötték föl. Ezen kívül volt zsoldos lovasság is, amit kapikulú lovasságnak hívtak, különböző csoportokból állt. Az udvari spáhikból ez nagyjából 2000 fő, a szillaktárok vagy szillakdárok, ezek is nagyjából 2000 fő környékén voltak. Van baloldali és jobboldali Ulufeji, illetve bal és jobboldali Gureba, ezek is kisebb csoportok voltak, ezek olyan 500 körüli csoportok, tehát az udvari lovasság olyan 6000 fő volt, ha ezt így összeszámoljuk, 16-19000 fő udvari zsoldosság volt. Ezen kívül más zsoldos válkatonák is voltak, de a haderőnek a zömét azt a spáhi lovasság adta, ezek a tímáros spáhik voltak, az udvari spáhiktól megkülönböztetve őket. Ezek gyakorlatilag olyanok voltak, mint Magyarországon a földbirtokosok, de nem örökbe kapták a földet, hanem csak átmenetileg. És ezért elég nagy bizonytalanságban voltak, ha a szultán úgy döntött, elvehették tőlük. És a földbirtok arányában még dzsebeliket, vérteseket kellett felszerelniük. Magyarországra 1526-ban Ágoston Gábornak van kiváló könyve, a forrásgyűjtemények, illetve a különböző tanulmánygyűjtemények vannak benne, Európa és az oszmán hódítás. Nagyon sok vagy kutatást végzett Isztambulba, és hogy pontosítsa ezeket a számokat, de Káldi nagy Gyula már korábban nagyjából megsatszolta a török haderő létszámát. 1526-ban, amennyire így ki lehetett silabizálni, nagyjából 10 000 tímáros spáhi, ővelük 15 000 vértes, ezen kívül Anatóliából, vagy Anadolu provinciából, Anatóliából, Kis-Ázsiából még egy olyan 19 000 tímáros spáhi és dzsebeli érkezett. A zsoldosok közül olyan 15 000-et mozgósíthattak. És ami nagyon nehezen kiszámítható, az önkéntesek száma, a különböző akincsik, fosztogató csoportok, akik csatlakoztak a haderőhöz a zsákmány reményébe, akiket nem fizettek se birtokkal, se zsolddal nagyon, ezek ilyen szerencsevadászok voltak, ezeknek a számát nehéz megjósolni, mert nincsenek róla feljegyzések. Későbbi adatok alapján arra lehet tippelni, hogy nagyjából a hadseregnek a negyedét ők tették ki. Tehát, hogyha mondjuk 60 000 professzionális katonára olyan 20 000 eshetett ebből. Tehát ez a 80 000 egy reális számnak tűnik. Tehát ezeket mindenképpen érdemes összevetni, hogy a 25-27 000 állt szembe 80 000-rel. A másik probléma a mohácsi hadjárat, egyébként nézzünk egy kicsit a magyar haderőbe is bele, ugyanis fennmaradt az, hogy hogyan vonult ki II. Lajosnak a hadserege 1526-ban Magyarországról. Érdekes leírás egyébként ez, az utóbbi években lett ismert ez a forrás, egy cseh kutató publikálta a hadtörténelmi közleményekbe. A király elindulásáról szól 1526. július 20-án. Itt leírja, hogy 600 cseh morva sziléziai gyalogos vonult először, aztán 2500 igen daliás magyar könnyűlovas, ezután 600 teljesen vértezett lovas lándzsás, utána jött néhány báró, majd a király, 50 német gyalogossal, akik a testőrei voltak. Ezek arany, vörös és ezüstös színbe pompázó egyenruhába voltak. Utána jött a királyi zászló, majd a királynak 4 lova, ezek hadimének, ezek nagyon drága, értékes lovak voltak. Utána 600 kézi fegyverekkel felszerelt lovast, egy ilyen palácsba öltöztetve, utána jöttek a tüzérség, ma 800 szekér ellátmány. Tehát elképesztő egy ilyen hadsereg, egy középkori hadseregnek a felvonulása. Ha az egri csillagokra gondolunk, ott van egy leírás, hogy Bornemisza Gergely kilesi a törököknek a táborát, és mutogatja, hogy éppen hogy vonulnak a törökök. Sok hibát tartalmaz az egri csillagok ilyen szempontból, de akkori tudósi szemléletet képviseli, amikor megírták. Tehát egy ilyen leírást, ha néznénk, elképesztene minket az, hogy milyen hosszú egy ilyen menetoszlop. A török hadsereg menetoszlopa ennek a 80 000 katonának és a hozzátartozó ellátó személyzetnek a leírása, hát végigtekintése az bizony azt jelenti, hogy valószínűleg 200 km hosszan nyúltak el a menetoszlop. Mind a két haderő zömében lovasságból állt, bár a magyar haderőnek már fele gyalogosokból volt, de a török haderő zömében lovasokból állt, és a magyar haderőnek is az volt a legfontosabb, hogy olyan területen álljon fel, ahol a nehéz páncélos lovasságot lehetőleg lehet alkalmazni. Ez egy sík, nem nagyon hepehupás, erdőkkel nem tagolt területre volt szükség, és Mohácsnál ilyen volt. Terhes Gézának van egy elmélete is, ez az első nagy Mohács vita az 1970-es évek végén zajlott. Akkor volt egy ilyen vita, hogy a törökökkel miért ott vettük fel a harcot. Terhes Géza
ír az elméletében egy nagyon érdekes dolgot, hogy Tomahinak egy zseniális haditerve volt, hogy részenként kell megverni a török haderőt. Ez nyilvánvalóan a magyar vezérek fejében megfordult. Éppen abból, amit az előbb mondtam, hogy nagyon hosszan elnyúlt a törököknek a menetoszlopa, az következett, hogy a török haderő részei csak egymás után futhattak be az adott csatatérre, ahol a magyarok már várták őket. Tehát először megérkeznek a rumeliai, az európai török hadak, utána a szultán, vagy az akincsik mellett megérkeznek a kis-ázsiai török csapatok, és végül érkezik meg a hadszíntérre, vagy a csata helyére a szultán. Tehát ebből adódóan, ha először a magyarok lecsapnak a rumeliai csapatokra, akkor azt meg lehet venni önállóan. Utána le lehet csapni a külön az anatóliaiakra, és akkor már csak a szultán tábora marad. Nyilvánvalóan egy ilyen logika lehetett abban, hogy a magyarok ott álltak fel. B. Szabó Jánosnak a könyvében leírja, hogy tulajdonképpen a magyarok hadrendje az alkalmas volt védekezésre is, hiszen a gyalogosokat széttagolták a lovasság között, és igazából a forrásaink sajnos a gyalogosokról keveset mesélnek. Minden fontos szereplő, aki megírta az emlékiratot, az a lovasságba, illetve az előkelők környékén tartózkodott, így a gyalogság harcáról nagyon kevés az információnk. Brodarics leírása ugyan elmondja, hogy nagyjából hol volt a csata, de még azt sem tudjuk, hol zajlott le az ütközet pontosan. Vannak elméletek, éppen ezért is volt az egyik oka, hogy ezt a témát választottam. Jelenleg is nagyon kiélezett viták zajlanak egyébként a mohácsi hadszíntér kapcsán, sőt a mohácsi csatával is kapcsolatban is. Nemrég Botlik Richárd és Illik Péter könyve jelent meg a mohácsi csata másként. Botlik Richárd az, aki elsősorban azt képviselte, hogy a magyarok hadseregéből nagyon sokan hiányoztak. B. Szabó János ezt egyébként vitázik vele. Érdemes ezeket a vitákat megnézni. Ez elsősorban a hadtörténelmi közleményeknek a rovataiba zajlott. Helyenként nagyon éles nyelvvel, meglepő módon. Érdekes ezeket végignézni, de ebben nem fogunk belemenni. Ha valaki meg akarja ismerni ezt a vitát, hogy hol lehetett a csata egész pontosan, akkor ezt érdemes elolvasni. Én hajlok el, hogy B. Szabó Jánosnak van igaza. És földjárfalutot kell keresni, ahol ők mondják. A másik érdekesség a csata kapcsán, ugye ez egy nagyon rövid ütközet volt. A magyar hadsereg egy támadást vezetett a rumeliaiakra, akiket megfutamított. A rumeliaiak közé vezetett janicsárokat is megszorongatták, majd némely magyar csapatok még a szultánig is majdhogy nem eljutottak. Ha minden igaz, a török leírások szerint 4 páncélba öltözött vértes a szultánt egészen megközelítette, de végül levágták őket. Tehát a magyar hadsereg hősiesen harcolt. A magyar elitnek egyébként, a Jagellókori elitnek azt kell mondjam, hogy fényes igazolása, hogy ezek nagyszerű emberek voltak a maguk módján, minden hibájukkal és minden viszálykodásokkal együtt, hogy gyakorlatilag a magyar elit ott maradt Mohácsnál. Tehát aki néhányan, ott van ugye Szapolya János, aki nem ért oda a csatához, de annak is megvan az oka. Tehát a magyar elit gyakorlatilag ott maradt. 2 érsekből 2 halt meg. Ott maradt 5 püspök, 12 zászlósú, gyakorlatilag 500 a legfontosabb nemesi családok közül, és maga a király is. A Jagellókat is lebecsméreljük, összesen 3 királyot adtak Magyarországnak, és 2 is török elleni csatába esett el. Tehát ez is egy mérce, hogy bizony ezek az uralkodók, ezek meghaltak akár a magyar hazáját, és ezek a főurak is, akik sok esetben például egyháziak voltak, papok, és mégis ott voltak Mohácsnál, 50-60 éves beteg emberek sokszor, felvették a páncélt, és szinte halálra ítélten egy 3-szoros túlerővel szálltak szembe. Tehát ezt a teljesítményt azért nem kellene lepocskondiázni, mert képesek voltak az életüket adni az országért. Ennél rosszabb elitünk nekünk soha ne legyen. Én azt kívánom Magyarországnak. A másik érdekes kérdés a csata kapcsán a tömegsírok esete, és akkor ezzel zárnánk le, mert az időnk az nagyon fogy, és nem akarjuk túlságosan elhúzni ezt az előadást sem. Ugye tudjuk, hogy nagyjából a törökök azt írták a csata után, hogy 24 ezer embert temettek el, 24 ezer magyart. Ebben nyilvánvalóan benne van az is, az a 2000 személy, akit a csata után elfogottakból végeztek ki. Nagy az esély annak, hogy a tömegsír, amit ismerünk ma, az ez a 2000 embernek, a legyilkolt fogságba esett 2000 embernek a sírja, amit leginkább az igazolhat, hogy nagyon sok a lefejezett személy. Tudjuk, hogy a törököknél az volt a szokás, hogy ilyenkor a lefejezetteknek a fejéből ilyen piramisokat építenek, ilyen nomád szokás szerint. Ez nem egy újdonság, a magyarok is csinálták egyébként korábban. Ha jól emlékszem, a második tatárjárás idején 1285-ben a magyar katonák egy szekérnyi tatárfejet szállítottak fel Budára,
ahol az ott lévő, ha jól emlékszem, Anzsú hercegnő, aki akkor magyar királynak a felesége volt, vagy királynő, az elszörnyedt és el is ájult, amikor meglátta, hogy a magyarok ilyen tatárfejeket hoznak. Tehát ez a szokás azért megvolt még nálunk is jó ideig. De a törökök ilyen piramisokat építettek ezekből a fejekből, és bizony az antropológusok, akik vizsgálják ezeket a holttesteket, úgy látják, hogy nagyon sok olyan meccés van a nyaktájba, ami arra utal, hogy ezeket lefejezték. A másik az, hogy találtak közöttük női csontvázakat, ami jelzi, hogy valószínűleg ez az a személyzet, akiket a táborban a törökök elfogtak, tehát nyilvánvalóan nem katonákról volt szó ez esetben, hanem az ellátó személyzethez tartozhattak, és nem tudtak már elmenekülni. Tehát ez a tömegsír kérdése, azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell ezt nézni, és az is valószínű, hogy a tömegsír, nem, ez valószínűleg majdnem biztosan mondható, hogy a tömegsír helye nem a csata helye, hanem vagy a magyar tábor, ahogy Négyesi Lajos gondolja, annak az egyik sánca, vagy az ágyuknak az árka az, amiben beledobálták ezeket a halottakat a törökök. Minden esetre ez a vizsgálatok kérdése lesz. Biztos vagyok benne, hogy az 500-as évforduló 2026-ig nagy mennyiségben jó minőségű könyveket fognak kiadni. Az utóbbi időszakban ennek a korszaknak, a jagelő korszaknak a kutatása óriási fejleményeket hozott. Igyekeztem ezt felvonultatni akár Cétót Norbertnek a tanulmányával, akár az új forrásgyűjteményeknek a bemutatásával egy kicsit, hogy mindenkit arra serkentsek, hogy ha valakit érdekel a téma, olvasson ezekbe bele. Ezek jó minőségű, alapos kutatók által bemutatott témák, és sokkal jobban megismerjük a történelmünket. Le kell szoknunk azokról a sztereotípiákról, amiket még Nemes Kürti könyve, vagy a korábbi időszakoknak a történetírása rápakolt a jagellókra, hogy ez egy rossz elkölcsű levitézlet csoport volt, akik senki mással nem foglalkoztak, csak azzal, hogy pénz gyűjtsenek maguknak. Ez így nem igaz. Nyilvánvalóan ezzel is foglalkoztak, mert az elitek azok általában ilyenek, hiszen hatalmuk abból fakad. Ebből tud fizették a saját zsoldosaikat a török ellen is például, tehát ehhez is kellett az a vagyon. De összességében ezek nem voltak rossz emberek, nem voltak rosszabbak, mint bármelyik korszak, bármelyik elitje, és azzal, hogy a halálukkal Kat lehették Mohácsnál, ez gyakorlatilag fényes bizonyítékát adták, hogy alkalmasak voltak a feladatra. Arra sajnos már nem lehettek a körülményekből fakadóan alkalmasak, hogy a török ellen az országot megvédjék. Ha őszinték vagyunk, a legjobb az lett volna 1526 után, ha azonnal Habsburg királyt választunk, és Szapolyai uralma kimarad. Ezt nagyon nehéz lett volna lenyomni a magyarok torkán, mert nem szerették az osztrákokat. Mátyás idején elég komoly háborúkat vívtunk ellenük, de még a jagellók is háborúztak az osztrákok ellen, vagy osztrákok. Igazából a Habsburgokról beszélek, akiket egy osztrák, azok valójában ők nem osztrákok voltak, ilyen Ausztria nincs ebbe a korszakban, csak különböző hercegségek, felületes voltam, de most ezt benhagyjuk. Nem annyira érdekes, tehát az a lényeg, hogy talán jobb lett volna, ha azonnal Habsburg királyt választunk. Talán akkor kicsit délebbre tudjuk megállítani a törököket, de erre garancia igazából 1526 után már nem volt. Ennyit szerettem volna egy nagyjából elmondani a Mohácsról. Úgy gondolom, hogy egy összefoglalónak ennyi megteszi, kett csinálónak, és ha valakit érdekel a téma, mélyedjen el benne, nagyon jó téma, kutatható, források is rendelkezésre állnak. Otthonról bárki megteheti azt, hogy egy kicsit elmélyed a témába, és akkor nem azokat a sztereotípiákat fogjuk felsorolni, amik a 19. század óta vannak. Az az érdekessége a dolognak, hogy a jagelló elitnek a polcskondiázása az mind jó volt a polgári korszakban, a monarchia idején, mert a nemeseket lehetett vele valamilyen szinten sározni. Jó volt 1945 után a szocialista korszakban is, mert szintén a nemeseket lehetett vele támadni, és a korábbi elitet, illetve lehetett a munkásparaszt ideológiához ezt igazítani. De ezekről le kell számolnunk, mert ezek nem igazak. Köszönöm a figyelmet, nem tudom, hogy legközelebb mikor találkozunk, lehet, hogy lesz online, lehet, hogy nem lesz online. Én abban bízok, hogy ősszel már olyan előadásokat tarthatunk, ahol a közönség helyben is ott lesz. Nagyon készülök az amerikai polgárháborúban, remélhetőleg meg tudjuk tartani minél előbb, és addig is viszontlátásra, és majd találkozunk remélhetőleg már személyesen, akinek meg online, annak meg online. Köszönöm a figyelmet, szép napot!